Celkom vychutnávajú. 100 évvel ezelőtt nem feltétlenül a kényelem, mint inkább a praktikum és a haladás volt a fontosabb az autóknál, ám esztétikailag akkor is szép és érdekes járműveket alkottak. Ezeknek a ma már veteránoknak számító autóknak szervezik a Peking-Párizs rallit 3 évente. A történelmi autós rally Peking és Párizs között számos országot érint. Mongólián, Oroszországon, Fehér-Oroszországon, Lengyelországon átérkeztünk ide Szlovákiába. Még 9 nap van hátra a versenyből, július 17-én szeretnénk célba érni. A 14 000 kilométeres versenyre igazán öreg autókkal neveztek idén. A 105 autóból álló mezőny a mi térségünket is érintette, Hollóházán lehetett őket versenyben megtekinteni, Kassán pedig az autók tulajdonosával is találkozhattak az érdeklődők. Arról, hogy ne csak sima kirándulás legyen ez a túra, mért szakaszok gondoskodtak. Adott utat előre megadott szintidő alatt kell teljesíteni az öreg autókkal. Ez éven nagyon nagy a meglepetés, mert egyelőre még csak 4 kocsiról tudunk, amik kiestek az első részbe, úgyhogy az nagyon-nagyon nagy siker, mert 107 kocsi rajtolt, és még 103 volt a pályán még a múlt héten. Az oldtimerek tulajdonosai nem csak az autózáshoz, de az autókhoz is kell, hogy értsenek. Ez az ausztrál házaspár is maga szerelte az 1923-as veterán kocsijukat. Elmondták, hogy a szabadság érzése és a sok kedves visszajelzés miatt is vágtak bele az útba, amelynek bizony vannak nehéz szakaszai is.